Köszöntöm mindazon kedves nézőinket, akik most kapcsolódtak adásunkba, önök a Terézvárosi magazint látják, azon belül is az önkormányzati perceket. Most Terézváros zöld területeinek karbantartásáról fogunk beszélgetni. A vendégem Dóka Szabolcs, a Terézvárosi Nonprofit Kft. Vezetője, zöld területi vezetője. Üdvözlöm! Igen, napot! Hát Szabolcs, azt gondolom, hogy Terézvárosról elmondtuk már számtalan alkalomszor, hogy az egyetlen olyan kerület, amelyik a legkevesebb zöld területtel rendelkezik. Viszont azt a nagyon keveset, azt gondolom, hogy az önök cége, és ön is, mint kertészmérnök, szeretné a legszebbnek látni. Könnyű ezt a kerületet zöldesíteni, vagy nem? Hát nem, sajnos ezt a kerületet elég nehéz zöldesíteni, mert nagyon intenzíven használják a zöld területeket. És ezért a fenntartás is nagyon intenzív kell, hogy legyen, mert rengeteget rongálnak, rengeteg kiszárad, vagyis rengeteg növény kiszárad, úgyhogy sokat kell sajnos pótolnunk. Hány olyan terület van jelen pillanatban, amelyek az önök gondozása alá tartoznak? Nevesítsük is nyugodtan őket, tehát a Hunyadi teret tudjuk. Hát Hunyadi tér, Liszt-Ferenc tér, Jókai tér, Bencz úr kert, Nagymező utcának a kiemeltebb részei, tehát ott a Müller Rúzs előtt például, vagyis most már a Király utca felé is mindkét oldalt azt betelepítettük, mert az teljesen parlagon volt, és hát oda jó pár ezer növényt beültettünk. Ha itt említett a jó pár ezer növényt, akkor emlékszem, hogy egy-két évvel ezelőtt azért kikerültek azok a konténerek is, amelyekbe fák vannak telepítve, és ebben az évben nagyon sok utcában megteltek azok a kis virágtartó ládák is, amelyek egész nyáron petúniával voltak tele, és hála Istennek idén nem is lopták el az emberek, mert tavaly nagyon-nagyon sokat kiloptak belőle. Jól láttam ezt, vagy pedig az idén is előfordult? Idén is előfordult, de kevesebb. Tehát most több hangsúlyt fektettünk az előnevelésre, tehát már eleve olyan virág kazettákat raktunk ki, amelyikben már nagy volt a növény, tehát így talán kevesebbet szedtek ki. Az emberek azt gondolják, hogy ami a közterületen van, az ugye az a köznek a tulajdona, és azt magántulajdonként is használhatják, és akkor azt gondolják, hogy hát olyan szép lenne ez otthon nekem is, de hát erre való a muskátli osztás, ami szintén gondolom, hogy valamilyen úton módon önökhöz tartozik. Hogyha ebből a szempontból, és mindjárt rátérünk majd a nagy közterületekről, ha ezzel a szemmel nézzük végig, hogy muskátli osztás, virágosztás, megjelentek az ablakokba, illetve a gangokon azok a muskátlik, amelyeket önök szétosztottak? Hát a szétosztást azt pont nem mi csináljuk, tehát hát az önkormányzat. Mi csak abban segítünk, hogy tehát a kiosztásnál veszünk részt, de én felfedezni vértem azért balkonokba, illetve virágládákba kihelyezve. Nem 100%-át, de közel. Nézzük meg, milyen feladatokat ró a Nonprofit ZRT-re, illetve a KFT-re ezeknek a zöld felületeknek a karbantartása, és melyiknek milyen a specialitása. Kezdjük a Hunyadi térrel. Miknek kell ott megfelelni? Hát a Hunyadi téren annak kell megfelelni, hogy amilyen az átadás pillanatában volt, ezt az állapotot megőrizzük. Ez nem annyira könnyű, de igyekszünk. Tehát a gyepnek ugyanolyan sűrűnek kell lennie, a növényeket pótolni kell, amiket esetleg eltulajdonítanak. Erre is volt sajnos példa, de igyekszünk. Más kihívásokkal kell megküzdeni a Liszt-Ferenc téren és a Jókai téren? Igen. Tehát miben más? A Liszt-Ferenc téren sokkal több a vendéglátóipari egységeknek a forgalma, a Jókai téren nem annyira, tehát ott inkább a hajléktalanokkal van probléma. Ők sajnos annyira nem tudnak vigyázni a közterületen lévő növényzetre, mint a vendéglátóiparnak a közönsége. A vendéglátóipar közönsége miben vét magatartásában? Csikkeket dobálnak el, üvegeket hagynak szét? Igen, ez rendszeres, tehát rengeteg csikket szedünk föl, ami nagyon nehéz, mert a fenyőkérek közül kibányászni azokat a kicsi csikkeket, az nehéz. És pont tudják úgy bedobni a csikket, hogy az öntözőrendszernek a csepegtető csövét elégesse. Jó Istenem. Ez rendszeres sajnos. Az öntözőrendszernek az üzemelése, az milyen anyagi igényt von maga után? Most így hirtelennyében végig gondoltam, hogy nagyon sok terület ugye öntözőrendszerrel van ellátva. Igen, hát gyakorlatilag a fenntartása, hogyha a rongálást nem tekintjük
feladatunknak, hogy azt kijavítsuk, akkor szinte azt mondanám, hogy nulla. Tehát télen téliesíteni kell, nyáron indítani kell, ez viszonylag elhanyagolható összeg, tehát gyakorlatilag nem kerülne pénzbe, de rengeteg kár éri sajnos. Mert nem vigyázunk kellőképpen rá. Lehet, hogy az emberek nem is tudják, hogy azzal, hogy óvatlanul eldobnak egy valamit. Szerintem, hogyha direkt próbálnák csikkel eltalálni, az nem sikerülne. De véletlenül sokszor. Sikerül. Úgy tudom, hogy a zöld felületeknek a karbantartásában a közmunka nagy szerepet játszik. Így van, igen. Tehát a mi részlegünk is változóan, de átlagszámban 8 közmunkást alkalmaz, és én mondhatom azt, hogy nagyon jó, tehát nagyon jó hatásfokkal tudunk mindenkit alkalmazni. Mindenkinek megvan a maga munkája, amit meg tud csinálni, és már úgy szépen lassan sikerült kertész nevelnem belőlük. Mióta dolgoznak ezek a közmunkások együtt önökkel? Hát körülbelül 2-3 éve, de ez ciklikus, tehát én ebben nem nagyon látok bele, hogy mennyi időre jöhetnek egyszerre, de folyamatosan 2-3 éve alkalmazunk. Ön 3 éve van itt a Terézvárosi Nonprofit Kft-nél, és elhangzott ez a szó, vagy ez a kifejezés, hogy sikerült majdnem kertészt nevelni belőlük, és ez számomra egy nagyon jó eső gondolat volt, hiszen ez annyit jelent, hogy ezekkel az emberekkel nap mint nap együtt dolgoznak, és lehet, hogy ha nem is betanított vagy munkás szinten, de mintha már egy picit többet tudnának a szakmáról. Biztos, hogy többet tudnak. Kénytelenek? Igen, tehát én azt mindenkitől elvárom, hogy tehát az új tudásokra fogékony legyen, és szerencsére nálam olyan közmunkások dolgoznak, akik erre fogékonyak. Megválogathatja, hogy kikkel szeretne együtt dolgozni? Hogyan osztják be a közmunkásokat egyáltalán? Közmunkások kiosztását azt nem én végzem, tehát erre nálunk megvan a poszt, aki ezt kiosztja, illetve megmondja, hogy ki hol dolgozzon. De ettől függetlenül valami beleszólások csak kell, hogy persze, legyen, hogy... Tehát tőlem tanácsot tudnak kérni, vagyis én el tudom mondani a közmunkásoknak, hogy mi a feladat, és ők azt eldöntik, hogy megpróbálják-e teljesíteni, vagy más ágazat felé mennek. Hányan maradtak meg úgy rendesen önnél, akikkel évek óta együtt dolgozik, és hány volt az, akinek egyáltalán nem tetszett ez az úgymond kertész szakma? Hát sokan voltak, akiknek nem tetszett. Miért? Hát mert az az elképzelésük, hogy gyakorlatilag csak úgy nézelődnek a kertbe, meg hasonlók, de nem. Tehát ez egy intenzíven művelt kerület kertészeti szempontból, és itt azért elég keményen kell dolgozni. Tehát nem túl sok szabadidejük van. Azt vélem felfedezni, és most azért boncolgatom ezt a közmunkás témát, tudom, hogy nem ez lenne a fő irányvonalunk, hanem új gép is van, és majd arról is fogunk beszélni. Csak azért érdekes ez, mert vannak olyan területek, rengeteget forgatok az ország minden táján, ahol most például a Hercegkutat mondom, ahol a polgármester mondta, hogy egyszerűen annyira fantasztikusan dolgoznak a közmunkások, hogy gyakorlatilag vissza tudtak állni az intenzív munkavilágába, és már a szomszéd területekről hoztak közmunkásokat egyáltalán, hogy el tudják látni a feladatoknak megfelelően a területet. Ezzel szemben Pest környéki településen majdnem megfenyegették a közmunkát, vagy a közmunkával foglalkozó főnökséget, hogyha nem írja be, hogy ott voltak, akkor kinyírják a családját. Konkrét példákat tudok rá, mert egyszerűen azt gondolják, hogy a közmunka arra van, hogy neki beírják, megkapja azt a kis pénzt, azt mondja, ez bugy ez. Hát nálunk erre még nem volt példa, legalábbis én nem tudok róla. És ehhez hasonló se történt. Tehát akkor azért itt a közmunkások tudják azt, hogy ezért pénzt kapnak, ezzel dolgoznak, és ez jó nekik? Így van. Lépjünk tovább egy lépéssel. Még mindig az, hogy mennyire válogathatja meg az embereket, akikkel dolgozik együtt. Volt olyan, akire azt mondta, hogy köszönöm szépen, ővele nem szeretnék dolgozni, mert nincsen rá, és kérek másikat? Vagy hogy működik ez nem, a rendszer? Tehát itt az esélyt mindenki megkapja arra, hogy belekezdjen ebbe. Tehát a kertészetnél. Előbb vagy később kiderül, vagyis előbb vagy utóbb, hogy ez végül is neki testhez álló, vagy sem. Hány rendes szakmunkás, illetve szakmabéli, és hány közmunkás dolgozik együtt?
Hát szakmabéli az egyedül én lennék. Van kettő olyan emberem van, aki, vagyis munkatársam, aki úgymond tehát állományban van. Őket már azért elég jól kiképeztük kertészetre, illetve öntözőrendszerre, de hát ők szakmunkások, tehát rájuk már azért mondatom, illetve a közmunkások közül is, ha bár nem szakmájuk, de közel szakmunkás tudással rendelkeznek. Tehát ez annyit jelent, hogy ha ők egy picit utána tanulnának, utána képeznék magukat, akkor még akár papírt is tudnának előbb-utóbb szerezni? Szerintem igen. Ezt megint csak azért, vagy azért próbáltam kiemelni, mert azért ezek szerint van értelme annak, hogy valaki odafigyeljen arra a munkára, amit végez, és hogy megtanulja vele együtt a szakmát. Persze, természetesen van. Nézzük meg, milyen gépekkel dolgoznak. Most az emberi állományt végig tekintettük már, nézzük meg, hogy milyen eszközparkkal tudnak dolgozni. Hát a kisebb gépektől kezdve egészen a tehergépjárműig. Na, mit jelentenek a kisebb gépek? Fűnyíró? Kisebb gépek, az fűnyíró, esetenként láncfűrész, az kevésbé használatos nálunk, mert ugye a fákat inkább óvjuk, mint hogy kivágnánk, de sajnos egy-két viharkárnál azt is be kell indítanunk. Fűnyíróból viszont 2-3 is van, az elég intenzíven használjuk őket, például a Hunyadi térnél hetente egyszer végig kell menni rajta. Magassági ágvágóink vannak, gyepszelőztetünk, nagyjából ennyi. Mi a legújabb munkagépük? Legújabb munkagépünk az egy ilyen Peugeot Boxer billenőplatós tehergépjármű. Ő nagyon megkönnyíti a munkánkat, mert billentős, tehát 3 irányba tud billenni, és a zöld hulladék, illetve a levél hordásánál ez nagyon nagy segítség nekünk. Tehát akkor ez azt úgy kell elképzelni, hogy mennek körbe azokon az utcákon, ahol zöld hulladék van, és akkor ezzel tudják... Hát a zöld hulladékot azt mi képezzük gyakorlatilag a parkokból összeszedett levéllel. Komposztálják is őket egyébként? Igen, de a főkert komposztálja őket. Tehát akkor a főkert szállítják be őket? Igen. Tehát nekik... A főkert szállítja el, vagy pedig önöknek kell elvinni? Mi szállítjuk el, és tehát egy központi komposztáló telephelyre. Mennyi zöld hulladék képződik itt egyébként? Elég sok. Elég sok. Olyan érdekes, hát hiszen az ember azt gondolná, hogy nem. Igen, képest sok, igen. Nyilván, tehát egy zöldebb kerülethez képest kevés, de itt a mérethez képest, tehát a zöld területhez képest elég sok képződik. Mennyire fegyelmezettek az emberek mondjuk a zöld hulladéknak az összegyűjtésében? Mármint a mi embereink? Igen. A lakosok? Hát a lakosok zöld hulladékot nem gyűjtenek, tehát... Nincsen egyáltalán olyan kötelezettségük, hogy ott, ahol mondjuk platánsor van, vagy az Andrássy úton, hogy ott az emberet, vagy a kertükön belül, hát azért vannak kertes házak. Vannak, de az nem hozzánk tartozik, tehát az arra én nekem nincs rálátásom. Tehát általában ez úgy van, hogy tehát a magánkertek nem hozzánk tartoznak, illetve ahol a BKV-nak a tömegközlekedési járatai járnak, az fővároshoz tartozik. Tehát nekünk nagyjából maradnak a parkok. Ez jó egyébként, hogy egy kerületön belül vannak fővárosi fenntartóságú területek és kerülethez tartozó részek? Hát, hogy jó vagy nem, ez már régóta így van, gyanítom, hogy így is fog maradni. Hozzá lehet szokni. Meg tudja kritizálni a fővárosnak a munkáját? Hát én nem kritizálhatom az ő munkájukat. De tudná? Mindent lehet, de nem. Tehát nem jellemző, hogy... Nem jellemző, igen. Mert mi tehát intenzív kapcsolatot is tartunk fent a főkerttel, mert nyilván tehát így megoldható az, hogy szét van szabdalva, úgymond a kerület. Tehát ha elzárkóznánk egymástól, akkor az ő munkájuk és az enyém is nehezebb lenne. Mennyire könnyű az önök feladatát ellátni, hogy tényleg szép és virágzó legyen Terézváros? Nem könnyű, de igyekszünk. Mennyi pénzre lenne szüksége ahhoz, hogy még zöldebb tudjon lenni? Hát én nem vagyok gazdasági szakember, tehát ezt meg sem merném tippelni. Abba tud-e nekünk felvilágosítást adni, hogy mondjuk egy ilyen kihelyezett fa láda, amiben fa van elhelyezve, most nem tudom, hogy milyen fáink vannak, akár itt a Szinyei Mérsepál utcába, akár az Ötvös utcába. Többféle van. Többféle van. Milyen fák lettek betelepítve? Hát általában arra törekszünk, hogy gömb lombkoronájú legyen, tehát hogy azzal ne legyen probléma, hogy esetleg túl magasan ő a trolli vezetékeknél. Uh-huh.
vagy tehát ahhoz is nőhet túl magas, hogy planténerbe legyen, mert egy idő után azért ez ki tud borulni, hogyha nagyon nagy. Hát nem a gyökérzet, de a fönti rész az tud túl nem nagy tudja, lenni. Annyira nagy lesz, hogy aztán elborul? Igen, tehát lehetséges ez is, de erre már a telepítésnél odafigyelünk, hogy nem olyan fákat ültetünk. És akkor ennek függvényében milyen fáink vannak? Gömbkőrisek. Tehát kőrisek akkor ezek szerint, igen? Túlnyomó többségben ezek vannak, cseppleszmedgyek akár, hársak is vannak. Tehát amit mi telepítünk, az inkább kőris szokott lenni. Miért azon kívül, hogy méreteiben itt mondjuk ideális, gondolom a legideálisabb, miért jó még a kőris, vagy milyen típusú fa? Hát ez nagyjából, tehát ilyen kompaktabb gömbkoronája, tehát mi arra törekszünk, hogy minél zöldebbnek nézzen ki, tehát egy szellősebb lombkorona az annyira nem tetszetős egy ilyen kisméretben. Mert ugye ezek nagyon kisméretű fák, ahhoz képest, hogy mekkora lehetne egy normál fa méret. Mennyi fát tudna még elképzelni így a kerületbe? Én nagyon sokat el tudnék képzelni, de, de a realitás az, hogy hát pár százalékkal azért még tudjuk, illetve növeljük is a planténerek számát, de nagyon nehéz kiültetni. Tehát nagyjából ahova tudtunk fát vagy zöld felületet képezni, ott már képeztünk. Tehát akkor nem, ez egy nem végtelenített szám, ami elhelyezhető ezek szerint? Nem, mert több szempont is van, ami alapján ezeket a planténereket, vagy dövénykazettákat ki tudjuk helyezni. Tehát például? Tehát járdánál is megvan adva, hogy a gyalogosoknak mennyi helyet kell hagyni. Uh-huh. Az autók parkolásában nagyon nem szól bele, mert ugye útesre nem szoktunk rakni, csak járdára. Tehát gyakorlatilag elég kevés terület az, ahova tudunk rakni. Vannak-e olyan utcáink, amelyek eleve alkalmatlanok arra, hogy zöld növényzetet, planténerekbe fát helyezzenek ki? Úgy gondolom, hogy tehát ilyen utca nincsen. Valamilyen megoldást mindig találunk, hogy bele tudjunk csempészni egy kis zöld felületet. Szeretik-e az emberek, amikor elhelyeznek egy-egy planténert, vagy pedig inkább óckodnak tőle? Szeretik. Persze. Tehát mindenképpen pozitív az embereknek, igen, a hozzáállása. Tehát nagyon kevés százalék az, aki... Tehát nem is inkább a zöld miatt, hanem a területvesztés miatt szoktak ez ellen kifogást emelni, de ez ilyen talán 1%-ra tudnám tenni. Tehát én már találkoztam olyannal, de ellenyésző. Ellenyésző. Most megkapták ezt az új három felé billenős konténert, ami azért nagy segítség a munkájukban. Milyen gépekre lenne szüksége ahhoz, hogy még hatékonyabban lehessen Terézváros zöldesítését elvégezni? Hát talán még egy ilyen autóra, azt még azért ki tudnánk használni, de nagyjából tehát a gépezettségünk az elég jó, az emberállományunk is, úgyhogy nagyjából próbálunk most ezzel helytállni. A téli időszakban hogyan kell óvni ezeket a növényeket, mire hívnál föl a lakosoknak a figyelmét? Most azon kívül, hogy az öltöző rendszerre vigyázzanak, mert a mulcs közébe eső csíkek nagyon nagy kárt tudnak csinálni. Így van. Hát nagyjából tehát az ő feladatuk ugyanaz, mint a év bármely szakába, tehát hogy próbálják a szemetelést minimumra szorítani, illetve a hulladék edényekbe elhelyezni. Nagyjából ennyi, tehát mi foglalkozunk velük, mármint a növényekkel, amit igényelnek télen. Amit mi megköszönünk, mert nekünk öröm, hogyha zöld és virágos Terézvárosban élhetünk, és szépek a közterületeink. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, jó munkát kívánok! Köszönöm.